A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérmet 2012-ben alapította Böcskei László püspök, és minden év február 21-én Boldog Bogdánfi Szilárd vértanú püspök születésének évfordulóján ennek ezüst változata olyan egyházhű személynek kerül átadásra ünnepélyes vesperás keretében, aki kimagasló és példaadó módon éli meg hitét, egyház szeretetét. Az erre kinevezett bizottság idén Hermán Máriának, a Bihar megyei Vaskó egyházközség hívének ítélte a kitüntetést. Az előre haladott kor és egészségi gondok nem teszik lehetővé, hogy a kitüntetett hölgy személyesen vegye át az érmet a nagyváradi székesegyházban, ezért a főpásztor egy későbbi alkalommal fogja azt személyesen elvinni és átadni. Az elmúlt év októberében a ProTV román kereskedelmi adó készített rövid bemutatót Mária néniről, ennek egy részét vettük át, hogy ismertessük személyét és tevékenységét. A 87 éves Bobo néni, ahogyan a helybéliek szólítják, élete a család és a templom között zajlott. 55 éve gondozza lelkiismeretesen és díjmentesen a templomot, de így is minden nap újra felfedezi annak csodáit. Férjét már rég eltemette, egy lánya él díván, így otthon már csak a templom maradt, ott talált csendre és nyugalomra. A templom gondozásának szolgálatát édesanyjától örökölte. Vaskói fekete és vörös márványból készült az oltár, mondja büszkén, 1744-ben történt kifaragása óta nem csiszolták, így is megőrizte eredeti ragyogását, ami részben az ő gondozásának is köszönhető. Asta e marmură neagră de vașcău. Și de când ea nu mai fost lustruită sau ceva. E așa din 1744. A belényesi plébános a közelmúltban javítatta a templomot, és Hermán Mária is részt vállalt a munkálatokban. Atunci când biserica s-a ridicat a doua oară, acum o vedeți frumos, 12 bărbați care au ridicat biserica, au mâncat la casa mea. Néhány évvel később a festményeket restaurálták, Mária néni ismét segítőkészen jelentkezett. Și nu s-a găsit nimeni și-a spus soțul săracul, nu era mort. Luăm tot noi. Tot ce am dat eu și am făcut la biserică sau la ceva, acum toate mi le dă Dumnezeu înapoi prin oamenii mei cei buni. Așa să știți. Tanti Bobo, cum o cunoaștem tot în orașul Vascău, pe bune și pe adevărate este sufletul bisericii. A magyarul és románul beszélő Hermán Máriát egy gond foglalkoztatja. Ha ő már nem lesz, ki fogja gondozni a templomot? Szeretné ugyanilyen tisztán és gondozottan átadni az utókornak. Reményik Sándor költő szavai csenghetnek fülünkbe, aki a Templom és iskola című versét így fejezi be, ne hagyjátok a templomot s az iskolát.